A Lorigó Táncsport Egyesület és elődje 16 éve szervez rangos táncversenyeket Szombathelyen. A neves táncesemények közt volt magyar bajnokság, de nemzetközi és ranglista versenyeket is rendeztek már. A hétvégén a sportházban léptek parketre a táncosok. Szombathely a tánc fővárosa, legalábbis ilyenkor. Ilyenkor mindig büszkék vagyunk arra, hogy olyan gyönyörű hölgyek és elegáns úriemberek érkeznek ide, akik mozgásukkal, gyönyörű mozgásukkal kifejezik azt, amit mi szóval, tettel nehezen tudunk kifejezni. Az Isis Dance Open-en különböző kategóriákban mintegy 150 hazai és szomszédos országbeli páros mérette meg magát. Délelőtt a szabadidős táncversenyek zajlottak, délután 1 órás kezdett el a klubközi versenyek, és most 18 órai kezdett el pedig a kiemelt országos ranglista versenyekre kerül sor, valamint egy kis csemege a nézőknek, meghívásos latin Grand Prix versenyt is hirdettünk, ami azt jelenti, hogy a magyar latin ranglista legjobb latin táncosait hívtuk meg. A junior standard ranglista dobogójának legfelső fokára a szombathelyi Krizsán Dominik és Nagy Réka Anna állhatott. A felnőtt ifjúsági 10 tánc ranglistát a hegyes Bertalan Jánosi kis Violetta kettős nyerte, megelőzve a második helyezett Filotás Márk, Barkóczi Zsófia párost, valamint a harmadik helyen végző szombathelyi Gombkötő Balázs, Elekes Helga duót. A Latin Grand Prix kategóriában az első helyezést a horvát Kende Soma, Szatmári Dorottya Erzsébet páros nyerte, míg a szombathelyi Lorigó TSL párosa Farkas Ádám és Laskovics Petra negyedik helyen végzett. Köszönjük szépen! Köszönöm.